Ezen a hétvégén, május 10-e és 12-e között rendezik meg a Gyulai Virágok Fesztiválját. A nagy látogatottságnak örvendő esemény 2016 óta bővült háromnapos fesztivállá, melynek ebben az évben is a Békesugárút, valamint a Göndöcskert ad otthont. Az összesen 77 árus egynyári évelő és rovarevő virágokat is kínál majd a vásárlóknak. Görgényi Ernő polgármester a keddi sajtótájékoztatón elárulta, mint minden évben, úgy most is jelen lesz egy vendégváros. Egy olyan magyarországi település, akikkel különösen jó viszonyt ápolunk, és akikkel valamilyen formában összeköt bennünket a zöld felületek kultúrája, a virágosítás ügye. Az idejében Debrecen megyéjogú város a díszvendége fesztiválunknak. Jelen lesznek standjukkal, jelen lesz Debrecen város alpolgármestere is. Hozzátette, a háromnapos eseményen olyan előadók is fellépnek, mint a Hooligans, a gyulai Perna Heiderkembel, DJ Dominik vagy DJ Ravasz. Szászné Várkonyi Adrián főkertész kiemelte, a kétnapos virágvásár előtt pénteken szakmai programokkal és könyvbemutatóval várják az érdeklődőket. Azt szeretnénk, hogyha a városban minden a virágról szólna, így a virágvásár az maga ugye két napos, szombat és vasárnap rendezzük meg, de már pénteken a nagy közönségnek is szóló szakmai programot irányoztunk elő ez évben, mégpedig a júliusban 100 éves Bálint gazdát nyertük meg az ügynek, és ő érkezik el városunkba és tart egy előadást 5 órai kezdettel, majd utána író-olvasó találkozót. Emellett virágkötészeti versenyt is rendeznek, mely alkotásokat a szavazók között ki is sorsolnak. Ebben az évben újdonságként a már tavaly bemutatott bonszájfák mellett növényfalakat is láthatnak a virágkedvelők. Komorócki Alíz ügyvezető bejelentette, 2 étteremben és 2 szállodában, a Birkorner viharsarkis elneveldében, a Patrióta kis vendéglőben, az Erkel Hotelben, illetve az Aqua Hotelben rendezik meg a Virágok a gasztronómiában elnevezésű versenyt. Javaslom, hogy előzetesen asztalfoglalás útján próbáljanak a vendégek esetleg bejutni. A vendégek szavazó lapokon tudják majd értékelni és pontozni az elfogyasztott ehető virágokból készült ételeket. A szavazó lapokon a látvány, íz, kreativitás, felszolgálás, valamint összhatás alapján egy 10 pontos skálán lehet értékelni. Szombaton a belváros jelentős részében nem lehet majd gépkocsival közlekedni, mivel a fesztivállal egy időben jótékonysági futást rendeznek a sérült gyerekek megsegítése érdekében. Az autósok ez alkalomból igénybe vehetik az Ötvös utcában található Zöld kereszt, valamint a Művészeti Iskola belső parkolóját is.